megnézel a moziban egy 15 másodperces akciójelenetet, azt nem látod, hogy azt adott esetben 450 ember együttes figyelme, koncentrációja hozta létre. És ez nagyon szép ennek a része lenni, ez nagyon, nagyon jó látni. Ez egy elképesztően összetett csapatmunka. Nagyon összetett és nagyon bonyolult gépezet egy fogaskereke vagy. Ezt soha nem szabad elfelejteni. Nem te vagy a legfontosabb. Ugyanolyan fontos vagy, mint bárki más. Ez egy nagyon jó pálya. Nagyon sok lehetőség van benne. Nagyon szép szakma, ami mindig más. Ami mindig új kihívásokkal szembesít. Ahol sok emberrel találkozhatsz, sok emberrel kell kommunikálnod. Döntéseidnek súlya van. Egy kimondott szóra adott esetben 40-50 ember mozdul és csinál valamit. És az rajtad fog múlni, hogy az a valami, az jó lesz, vagy nem lesz jó. Amit te tudsz, az tulajdonképpen ugyanaz, mint amit egy amerikai első asszisztens tud, vagy egy indiai első asszisztens, vagy egy norvég, vagy egy svéd. Ők ugyanúgy dolgoznak. Mindenki sokkal jobban és sokkal könnyebben tanul, hogyha látja, hogy történnek a dolgok. Tehát, hogy ezért fontos az, hogy időt eltölteni forgatáson. Azért szeretjük, hogy mert változatos, minden nap más, minden felvétel más, mindig más történik. Azt lehet megtanítani, hogy készülj fel mindenre. Azt lehet megtanítani, hogy figyelj mindenre. Tehát az, hogy nincs baj, akkor sincs baj, ha baj van. Mert majd megoldjuk. Tehát, hogy nincs baj. Ezt kell, hogy érezze a rendező. És ez az egyik legfontosabb dolgunk, hogy a rendező arra tudjon koncentrálni, amire neki kell. Rendező, figyeljen a színészre, figyeljen a jelenetre, arra koncentráljon, ne kell semmi mással foglalkoznia. Ez volt az a szakma, amit az elejétől kezdve azt éreztem, hogy nekem ezt kell csinálnom.